Hol van a... Itt van. Sziasztok, én Enizvék, és elérkeztem a következő videóval, és nagyon boldog vagyok, mint szoktam igazából mindig, de most egy különleges alkalom van. Ugyanis most folytatjuk a megkezdett sorozatunkat, ami az ilyen beszélgetős, témakifejtős videók lesznek majd a közeljövőben, meg ez is most. És a mai téma egyébként egy olyan téma, amit én nem írtam be múltkor kommentbe, viszont kaptam egy e-mailt, ami nagyon megmozgatta a fantáziámat, és nagyon érdekesnek találtam. Úgyhogy innen jött ez a téma, és remélem nektek is tetszeni fog. Ma ugyanúgy sminkelni fogok, mint szoktam. Valami zöldes-kékeset szeretnék most, hiába van rajtam Garfield, és ő ugye narancssárga, de most attól tekintsünk el. És itthoniba vagyok smink nélkül még. Nem valami szép még az arcbőröm, de majd mindjárt ezt nem fogjátok látni. Ti is hozzatok valami nasit, vagy innivalót, vagy nem is tudom, sminkeljetek, közben főzzetek, nem tudom. Ma annyira véres dolgokról nem fogunk beszélni, tényleg inkább ilyen egymás közt ilyen beszélgetést terveztem, ilyen lazábbat, nyugisabbat. Most úgy érzem, nekem is erre van szükségem, hogy picit úgy olyan lazábban beszélgessünk. Úgyhogy a mai témánk nem más lesz, mint a gyerekkori bántalmazás. Először én azért nézek ide le, ugyanis itt van a kis tükröm. Most nem látjátok magatokat, de... Ott vagytok. Mindegy. Szóval itt van a kis tükrömbe, fogom magamat nézni. Én sokszor, ha ide nézek le, az azért van. Felveszem a kis hajpántomat, hogy ne lógjon a szemembe a hajam. Úgyhogy igen, de akkor tényleg vágjunk is bele. És ott szeretném kezdeni, hogy sajnos ez a téma elég sok mindenkit érint. És ez az a baj, hogy nagyon rossz. Viszont ezt a videót úgy szerettem volna felépíteni, hogy először beszélgetünk sorozatgyilkosokról, hogy nekik milyen volt a gyerekkora, akik párat felhozok, picit ezt kielemezzük, majd mondok egy kis saját véleményt is, úgyhogy remélem, hogy nektek is tetszeni fog. Próbáltam olyanokat hozni, akik azért ismertebbek és többen is ismeritek őket, mint például Ramirez, aki gyakori vendég a csatornámon, mert úgy gondolom, hogyha hallottatok már arról a személyről azelőtt, akkor picit könnyebb átlátni ezt a helyzetet, meg picit jobban át tudjátok érezni ezt. Kezdjük is ott, hogy ugye a bántalmazásnak két formája van, ugye van a fizikai és van a lelki bántalmazás. Mindkettő nagy sebeket tud okozni egy ember életébe, főleg gyerekkorban, és ugye mi most a gyerekkori bántalmazásokról fogunk ugye most beszélni. Mind a kettő nagyon nagy szerepet tud játszani egy ember életébe, és hogyha mindkettő jelen van, az szinte beláthatatlan következményekbe torkolhat. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy kiket hozzak példának, ugyanis aki hallgat egy kis true crime-ot, az tudhatja, hogy a sorozatgyilkosok nagy többségének nem volt normális gyerekkora. Lesz a videóban szó olyanról is, akinek viszonylag normális volt, mégis valamiért a társadalom kirekesztette. Viszont azért a legtöbb sorozatgyilkosnak a családjában történt valami, ami miatt ilyenné vált, és ez most nagyon hülyén nézik ki. Na de igen, szóval volt valami olyan, ami miatt ilyenné vált, és nem volt egészséges gyerekkora. De ez itt nagyon hülyén néz ki. Srácok, most ebben mit csináljak? Jó, most ezt letéptem. Oké. Okay. Visszatérve oda, hogy testi és lelki, ugye az a legrosszabb, hogyha mindkettő megvan egyszerre, annál rosszabb nincs, és
egyenként is nagyon nagy sebeket tudnak okozni egy ember életébe, viszont ha mindkettő megvan egyszerre, az szinte egy halálos kombináció is lehet. Most azt nézem, hogy ugyanott van-e a két tik szó, de szerintem ugyanott van. És akkor hoztam nektek pár példát a fizikai és a lelki bántalmazásra és sorozatgyilkosokon keresztül. Persze lehetne beszélni olyan emberekről is, akiket bántalmaztak, viszont nem voltak, vagy nem lettek belőlük sorozatgyilkosok, viszont mivel ez a mi témánk, erről szól a csatorna, úgyhogy ezt idevágónak éreztem. Legelőször én a fizikairól beszélnék. Kezdjük Ramirezzel, mint mondtam, ő még szóba fog itt jönni. Ramirez apukája régen rendőr volt, viszont később egy ilyen vasúti társaságnál kezdett el dolgozni. Gyakran voltak dürohamai, fizikai erőszakot sem vetette meg a családban, és hát nem volt egy kedves embernek ő mondható. Ramirez már 8 évesen megismerkedett például a kábítószerekkel, és 12 évesen már marihuána függő lett. Egyébként erre kaptam egy kommentet, hogy marihuána függő nem lehet valaki, de erről pontosan nem tudom, hogy most ezt hogy mondják, én itt találtam meg, szóval rászokott a marihuánára. Egyszerűen csak tényleg félt az apjától, viszont rá a legnagyobb benyomást a nagybátyja tette, Mike. És róla azt kell tudni, hogy ő az amerikai hadseregnél dolgozott, és én azt gondolom, hogy ha ez a fiú nem lett volna Ramireznek az életében, most ezt komolyan mondom, szerintem még volt arra esélye, hogy normális felnőtt legyen, viszont így nem. Így nem, azt kell, hogy mondjam. Ez a fiú nagyon erőszakos volt, megtanította Ramirezt is csupa jó dologra, például, hogy lopakodjon, hogy raboljon ki házakat, megtanította őt a kések forgatására, hogy lőjön, a gyors és lassú gyilkosságok elkövetésére, szóval minden olyan dolgot, amit sajnos később végül Ramirez is tudott kamatoztatni. Gyakran mutogatott az a Mike Ramireznek képeket megölt vietnámi nőkről. Eléggé brutális dolgokat mutogatott neki, ahhoz képest, hogy a fiú még csak 12 éves volt. Ramirezt egyre többet verték otthon, és nem volt elég erős ahhoz, hogy ő visszaüssön. Ezért gyakran elmenekült, volt arra is példa, hogy temetőben aludt. A legszörnyűbb dolog pedig az volt, amikor Ramirez tanúja volt annak, ahogy a nagybátyja arcon lövi a saját barátnőjét, mármint Mike barátnőjét lőtte le Mike, és itt kezdett el neki teljes mértékben összefonódni a bántalmazás és az erőszak a szexualitással. Mike-ot később elmegyógyintézetbe zárták, nem ítélték el, viszont Ramirezzel itt már nem tudta tartani a kapcsolatot. Ramirez ezek után szeretett bele a sátánizmusba, és kezdett el még jobban LSD-t is használni. És itt, mint látjuk, egy olyan személy volt az életében, aki valamennyire is úgy érezte, hogy törődik vele, ugye a nagybátyja, és az se volt egy hát nagyon kedves személy, azt kell, hogy mondjam. És erre majd később visszatérek, hogy ez miért fontos, hogy az a személy, akire fölnéz és megbízik benne, ilyen dolgokat tett, úgyhogy erről majd később még szó lesz. És itt is mennyire látszik tényleg a fizikai erőszaknak a látványa, és ahogy ő is megtapasztalta magán, mekkora hatást gyakorolt ez a fiúra kiskorában. Aztán ide sorolnám még az erős fizikai bántalmazáshoz például Danny Rowlingot, ő egy sorozatgyilkos volt szintén. Ő történetében az az igazán különleges, hogy az apukája rendőr volt. Neki egyébként volt még egy testvére, és ők négyen éltek így, hogy az apukája, a testvére, meg az anyukája. És hát az apukája a rendőrségnél dolgozott, de hagyna mondjam, nem volt egy tisztességes ember ő sem, mert miért adunk olyanok kezébe fegyvert egyébként, akik ilyenek, és ilyenre képesek egyáltalán, és az a legdurvább, hogy van egy olyan statisztika, hogy a fegyverrel rendelkezők száma, akik ilyen igazságszolgáltatásban dolgoznak, azok 30%-a követelt családon belül erőszakot, ami rohadt nagy szám, és szerintem sokkal jobban kéne szűrni ezeket az embereket, és megnézni jobban azt, hogy kinek adunk mi pontosan fegyvert,
Viszont az ő történeteit azért hoztam, ugyanis az, ahogy az apukája bántalmazta őt és a családját, szintén nagy hatással volt a későbbi felnőtt korára. Például az apukája olyanokat csinált, hogy a fiúk fejéhez fegyvert tartott, és arra kényszerítette az anyukát, hogy vágja föl az ereit, ameddig nem folyik rendesen a vére, mert ha nem, akkor le fogja lőni a fiúkat. És arra is volt mondjuk példa, hogy azt csinálták Dannyvel, hogy az apja megbilincselte a fiút, elkezdte a hátát szíjjal verni, majd odahívta a rendőr haverjait, ami megint eléggé vérlázító. Odahívta a rendőr haverjait, betették a hátsó ülésre a rendőrkocsiba. Közben mondtak neki mindent, szítták, miért születtél meg, nyomorult vagy, apád szégyene, vagy mindent mondtak neki. És tényleg, hagyna mondjam, hogy nem lett belőle egészséges felnőtt. És itt is az látszik, hogy például az az ember, aki az apja volt és aki bántalmazta, hol dolgozott? Rendőrségnél. Mit csinál a rendőr? Megvédi az embereket. De ha az apám rendőr, és engem bánt, ezáltal a rendőrség is bánt, és elméletileg a rendőröknek kéne engem megvédeni, akkor engem kivéd meg, ha a rendőr is bánt. Szóval egy ilyen, hát ilyen levezetés mehetett szerintem végig a fiú fejében, és ez ide vezethető például vissza, mert tényleg, ha úgy van vele, hogy a rendőrnek kéne engem, meg a törvénynek megvédeni, de ha a törvény emberei is bántanak engem, akkor engem ki fog megvédeni? Szóval szerintem valami ilyesmi mehetett végig a fején, és tényleg ez borzasztó, amit tettek ebben a fiúval. De hoztam pár példát az erős lelki bántalmazásra is. Az első mondjuk pont nem teljesen az, viszont nagyon jól bemutatható, hogy egy gyerekkor, egy hánytatott gyerekkor, ami nem is mondjuk hánytatott, de ha úgy gondolja az illető, hogy hazugságban élt, mert mondjuk igaz, hazugságban élt, ez mennyire meg tudja változtatni a személyiségét. Azok, akik már nagyon benne vannak a témában, azok most ennyiből is rájöhettek, hogy kire gondoltam, és akire én gondoltam, az most Bundy volt, ugyanis az ő gyerekkora nem mondható egy rossz gyerekkornak, ugyanis nem történt igazán fizikai erőszak, nem igazán bántalmazták szóban sem, úgy mondhatni, normális gyerekkora volt, ellenére néha az iskolában picit furcsa volt, de mindig is jó tanuló volt, úgy annyira nem volt vele baj, meg a szüleivel sem, viszont ha már itt vagyunk, a szülei. Neki nem volt apja, vagy hát ő úgy tudta, hogy nincsen apja, viszont később kiderült ez számára, hogy akit eddig a nővérének hitt, az igazából az anyja, és akit eddig a szüleinek hitt, azok a nagyszülei voltak valójában. Egyébként Bundy életében volt egy mostoha apa, az a mostoha apa próbált Bundyval kialakítani valami apa-fia viszonyt, viszont hát, hogy nem mondjam, nem igazán sikerült ez neki. Bundy életéből ez így kimaradt. Sok olyan pletyka kering arról, hogy Bundy nagyapja volt igazából az apja, viszont ezt később megcáfolták, ugyanis DNS vizsgálat bebizonyította, hogy ő nem a vér szerinti apja. Aztán Bundy életében volt egy olyan kapcsolat a főiskolán, vagy hát az egyetemen, ami elég nagy hatással volt az életére. Itt egy lánnyal jött össze, akivel nagyon jól el is voltak, Bundy nagyon szerette őt, viszont a lány úgy érezte, hogy ő nem az igazi számára. Mármint a lány nem érezte azt, hogy Bundy lenne a nagy ő számára, úgyhogy később szakított a lányjal, és egyébként az előbb történt, mint hogy kiderült volna az igazság a családjáról. De itt is látszik az, hogy például hiába nem történt gyerekkorban úgy bántalmazás, egy ilyen titok, ha egy ilyen titokra fény derül, az milyen hatással lehet még egy felnőttre is. És valamennyire Bundy úgy gondolta, szerintem legalábbis, hogy ha eddig hazugságban éltem, és mindenki hazudott nekem, akkor én miért ne hazudhatnék másnak? Szóval egyébként tényleg azt rengeteg ilyen beszámoló van arról, meg rengeteg elmesélés, egyébként ő tényleg nagyon jól hazudott, és nagyon jól tudta az embereket manipulálni, és szerintem valahon innen is fakadhat ez, hogy ő úgy gondolta, hogy hát ha gyerekkoromban nekem mindenki hazudott, és,
ez nekik tök természetes volt, akkor én ezt miért ne tehetném meg mással? Szóval itt van például Ed Kemper. Ed Kempert azért bántották, mert ugye nagyon nagy darab volt, mármint nem úgy, hogy súlyra, hanem nagyon magas volt, meg ugyan robosztus termetű volt, és emiatt rengetegen bántották az iskolában, és az a saját anyja is egyébként nagyon bántotta ezért Edet. És később ez abba torkollott, hogy nőket ölt, ugye, és később az anyját is nagyon brutális módon meggyilkolta. Például olyanokat csinált, hogy leköltöztette a pincébe, mert úgy gondolta, hogy bánthatná a lányokat a házba, a saját testvéreit, meg nem hagyta, hogy Ed megölelje őt, szóval nagyon-nagyon fura dolgokat tett. Aztán például itt van Dahmer is. Dahmer, Jeffrey Dahmer, Milwaukee kanibál, ha valaki esetleg így ismerni. Az ő élet eléggé érdekes, ugyanis pontosan bántalmazást nem tudunk úgy említeni. Igazából mondhatni, hogy magától lett ilyen, de itt inkább ezt úgy mondanám, hogy semmi olyan erős bántalmazás hatására nem lett ilyen, szóval az a lényeg, hogy nem bántalmazás hatására lett ilyen, ugyanis őről azt kell tudni, hogy már például 10 éves korában állatokat kínzott és ölt meg, és büszkén vitte és mutogatta, de nagyon fura szokásai voltak, szóval például a buszmegállóba olyanokat csinált, hogy ide-oda lépegetett, most nem tudom valami ilyesmit, egyet jobbra, kettőt hátra, négyet balra, szóval ilyen fura szokásai voltak. Például azt csinálta, hogy az iskolába körberajzolt egy random helyen, mintha egy testet rajzolt volna körbe, és azt kiabált, hogy gyilkosság történt. Szóval voltak ilyen fura dolgai, és hát itt nincs leírva teljesen, de hát aki úgymond ilyen fura, az nem igazán tud beilleszkedni a társadalomba, és a társadalom nem igazán tudja őt így elfogadni, és ezért hát gondolom az osztályközösségbe se illet bele annyira. És itt hiába nem beszélhetünk úgy mondjuk otthoni bántalmazásról, az, hogy a társadalom azért hát nem hinném, hogy olyan szívesen befogadta, ezek után mennyire kihatással volt az ő életére. Itt egyébként, ha jól tudom, ő már tisztában volt abban, hogy homoszexuális, viszont ezt próbálta elnyomni magában. Hát mert akkor, amikor ez történt a 70-es, 80-as évek, most pontosan nem tudom, hogy ő mikor tevékenykedett, meg mikor volt gyerek, de így fejből most nem ugrik be, viszont ez azért nagy kihatással volt az életére mindig is, hogy ő nem tudott beilleszkedni, és nem tudott olyan közeget találni, ami számára jó lenne, és ami be ő beleillene, és ami így az övé, és beletartozik. Aztán például felhozhatnám a Columbine lövöldözést, a Columbine mészárlást. Nem tudom, hogy mennyien ismeritek, ezt két fiú követte el a Columbine gimnáziumban a 2000-es években, ha jól tudom, nem tudom pontosan mikor, viszont erről egyébként várható videó, mert elkezdtem feldolgozni az ügyet, és itt az a lényeg, hogy itt se beszélhetünk például rendes, úgymond szokásos lelki bántalmazásról, viszont hasonló, mint Dahmernél, hogy úgymond maguktól lettek ilyenek, szóval elkezdtek fokozatosan egyre jobban elkülönülni a társadalomtól, és ez a két fiú csak egymást értette meg, és senki más nem értette meg őket, úgy érezték. Folyamatosan erőszakos videójátékokkal játszottak, furcsa történeteket találtak ki, ilyen fegyverekről, meg háborúkról, meg hasonló álmokfutásokról ábrándoztak, úgyhogy nem voltak azért kispályások, és hát ez mit eredményez? Megint a társadalom kirekeszti őket, és ugye később ez a kirekesztés, meg ez a társadalmi elkülönülés, látjuk, hogy milyen következményeket okozott, ugye, hogy álmokfutást végeztek az iskolába, és erről is lesz majd később egy videó, hogy ez miért nem sorozatgyilkosság, és miért álmokfutás, hogy a kettő között mi a különbség. És mint mondtam, hiába nem bántalmazták őket otthon mondjuk fizikálisan, akár szexuálisan, vagy érzelmileg, akkor is valami
ok folytán, valami folytán, ők mégis kirekesztettek, maradtak a társadalomból, és nem tudtak igazán beilleszkedni. Ez ugye azt okozta, hogy mindig a bántalmazások célkeresztébe kerültek, és most keresem a korrektoromat. Az emberek általában nagyon önbizalomhiányosak, félénkek, és ez nagyon felkelti azoknak a figyelmét, akik viszont nagyon szeretik fitoktatni az erejüket, és már is létrejön egy iskolai bántalmazás. Itt én még megemlíteném a McDonald's triádot, és ezt már egyszer felhoztam meg, erről egyszer már így elvétve beszéltünk a csatornán. A McDonald's triád egy hármas, egyébként Red Flag triádnak is szokták ezt hívni. Ez három olyan elemet tartalmaz, ami a sorozatgyilkosok életében, főleg gyerekkorában nagyon erősen jelen van. Ez a három dolog, az ágyba vizelés, az állatkínzás, illetve a gyújtogatás. A gyújtogatást azért csinálják, mert olyan örömérzetet ad nekik, amit más nem tud nyújtani. És az állatkínzásnál fontos az, hogy nem azért csinálják, hogy ezzel ők másokat megijesszenek, inkább csak ezzel magukat szórakoztatják, gyakran folytanak meg macskákat, vagy ölnek le madarakat. És az ágyba vizelés meg arra vezethető vissza, hogy valami frusztráció van a gyerekkorban, és valamit nem tud földolgozni. Ezt a hármast szokták egyébként fölhozni így sorozatgyilkosoknál, hogy gyerekkorban mi az, ami így megfigyelhető. Persze ez nem jelenti azt, hogy ha ebből valamelyiket csinálja a gyerek, az biztos, hogy sorozatgyilkos lesz, nem ezt mondtam, csak a sorozatgyilkosoknál ez a hármas elég erősen megfigyelhető. Aztán természetesen itt is előhoztam az én kis kriminológiás füzetkémet, amiben minden fontos dolgot fölírok, és itt például beszélni szeretnék most nektek a bűnözői kriminális személyiség jellemzéséről, szeretnék nektek pár dolgot mondani, és ezt fel szeretném olvasni nektek, hogy pontosan ez mi is. A személyiség általános éretlensége, mely alapvetően a szocializációs folyamatban bekövetkező nehézségek következtében alakul ki. Viselkedési zavarok, rossz feszültséglevezetés, gyenge önuralom, erkölcsi normák hiányos követése. Nagyon erős agresszivitás, erőszakosság, melynek megjelenésével nincsenek jól működő gátak, nehezen uralkodnak-e tulajdonságukon, ugyanakkor nem ismerik el a problémák társadalmilag elfogadott megoldási módjait. Ezáltal mondjuk, tényleg vegyünk egy példát, hogy mondjuk valakivel összetűzésbe keveredik mondjuk egy kocsmában, akkor a társadalmilag elfogadott norma az, hogy megbeszélik, és valahogy dűlőre jutnak, ha nem, akkor se történik nagyon semmi, viszont neki az van meg, hogy akkor megverem, megütöm, megalázom, megrugom, lelövöm, megkéselem, szóval ilyen dolgok jutnak mondjuk eszébe, nem a társadalmilag elfogadott norma, és nem azt tartja jó megoldásnak, az mondjuk például egy ilyen helyzetben. És mint mondtam egyszer Ramireznél, hogy erre még vissza fogunk térni, és ezt azért mondtam, ugyanis a kriminológiában van egy olyan fogalom, hogy respektábilis személy. A respektábilis személy az a személy, aki az illető gyerekkorában mutatja az utat, hogy kell viselkedni, mik a társadalmilag elfogadott normák, mit szabad, mit nem, mi a jó és mi a rossz. Szóval, ha egy személy életében ilyen nincs, vagy az a személy rossz példát mutat, akkor nagyon rossz következményei lehetnek annak, és nézzük csak Ramirezt. Az ő életében volt egy ilyen respektábilis személy, Mike, a nagybátyja. Viszont Mike nem csinált szép dolgokat, ezáltal neki az lett úgymond a normális, hogy ő lop, ő üt, ő csal, ő verekedik, ő öl, és számára ez volt a példa, ő ezt látta, ő ebben ült fel, és ilyen szempontból őt ezért nem lehet hibáztatni, ugyanis őt ez vette körül, ez volt az ő környezete, őt erre tanították, tényleg mutatta neki, hogy kell ezt csinálni, hogy forgasd meg a kést, hogy lopakodj úgy be, hogy ne hallják, hogy kerülj mögé, szóval őt tényleg erre tanították, és ebbe
ő nem hibás, és most mondhatjátok azt, hogy de igen, kértett volna segítséget, meg elmehetett volna, de egy ilyen gyerek, akinek nincsen senki, és ez a fiú úgy érezte, hogy ő törődik vele, és vigyáz rá, és tényleg fontosnak érezte magát tényleg, amikor vele volt, és úgy érezte, hogy tényleg ő is jelent valamit, akkor neki ez volt tényleg a normális, és elfogadta ezt normálisnak, és ezért nem hibáztathatjuk őt. És ebben én nem akarom őt felmenteni, viszont én úgy gondolom, hogy ha csak a gyerekkorát nézzük, nem ő volt egyáltalán a ludas ebben az egészben, és nem magától vált ő ilyenné, és nagyon sok olyan kommentet, meg bejegyzést olvasok arról, hogyha ez a Mike nem lett volna Ramireznek a gyerekkorában, akkor lehet, hogy nem is hallottunk volna már róla, mert nem sorozatgyilkosnak ment volna, hanem... Szóval az a lényeg, hogy nem lett volna belőle a sorozatgyilkos. És tényleg én ezért őt nem hibáztatom. Azért igen, amit később tett, viszont itt nem ő volt a ludas, és ha csak ezt nézzük, mert itt ő volt az áldozat, és felismerni azt, hogy az áldozatból lesz később a bántalmazó, és tényleg sokszor ez még az iskolába egy olyan ember, aki bánt másokat, azt lehet, hogy máshol bántják, és lehet, hogy őt is bántják valahol, és így dolgozza azt fel, és itt próbálja meg azt igazából önmagának megmutatni, hogy ő is áll valaki felett, ő is parancsolhat valakinek. Így éri ki ezt a frusztrációját, és az a baj tényleg, hogy akinél ennyire erősen jelen van, mint mondjuk Ramireznél, hogy tényleg nem lát más példát maga előtt, csak ezt, akkor nagyon rossz vége lehet a dolognak. Tényleg nem győzöm meg, nem győzi a társadalom elégszer hangsúlyozni azt tényleg, hogy figyeljünk egymásra, és ne bántsuk a másikat, és ha a másik is egy picikét más, akkor tényleg ne bántsuk, és próbáljuk vele megtalálni a közös hangot, vagy ha nem is, akkor ne rúgjunk bele még egyszer, és tényleg ne tényleg tiporjuk még jobban föl, mert ennek tényleg súlyos következményei lehetnek, olyanok, amire lehet, hogy most mi nem gondolunk, vagy nem gondolunk bele, de később ezért nagyon súlyos árat fizethet ő, a bántalmazott fél, illetve lehet, hogy emiatt más emberek is lássuk, például sorozatgyilkos. Nem tudom eldönteni, hogy tegyek-e tust, vagy sem, de szerintem nem teszek. Most úgy gondolom, szerintem nem teszek. Vagy tegyek? Szerintetek tegyek tust? Teszek végül tust szerintem, és tényleg próbáljatok meg figyelni a másikra, és ha látjátok, hogy neki ez mondjuk kellemetlen, vagy kínos, vagy úgy érzitek, hogy ő ebbe a helyzetben nem érzi magát komfortosan, akkor ne rúgjatok még bele még egyet. És ha láttok esetleg olyan embert a környezetetekben, aki esetleg bántalmazott lehet, akkor tényleg segítsetek neki, támogassátok, és ne rúgjatok bele még egyet. És esetleg van valami történetetek ilyen bántalmazással kapcsolatban, akkor ha gondoljátok, megírhatjátok nekem kommentben, vagy akár e-mailben, vagy akár üzenetben is. Nem fogom, ha esetleg üzenetben, akkor nem fogom senkinek megmutatni, vagy akármi, de hogyha tényleg próbálok segíteni, és beszélhetünk, vagy valami, tényleg, mert nem szabad, hogy súlyos ára legyen annak, hogy valakit így bántalmaznak, és esetleg az ő életének lesz vége, vagy valaki másénak. Úgyhogy tényleg ezt nem szabad hagyni. És tényleg látjuk, hogy néhány ilyen bántalmazás, fizikai vagy lelki, milyen drasztikus elváltozásokat tud okozni. Lássuk, sorozatgyilkosok, mikről ugye az elején beszéltem a videónak. A legtöbb sorozatgyilkosnak nem volt jó gyerekkora, most tényleg csak kiemeltem egy párat a legismertebbekből próbáltam válogatni, mert mondom, hát ha úgy jobban átjön, hogy mit szeretnék mondani. Jó, köszönjük szél, most ez így marad, ne haragudjatok, de most nem tudok kimászni, ez most így marad. Erről úgy gondolom, hogy nagyon
fontos egyébként beszélni, és lehet, hogy erről a témáról még lesz később egy másik videó, vagy több videó, mert úgy gondolom, hogy ez egy olyan téma, amiről nem lehet eleget beszélni, és nem nincs olyan, hogy ezt a témát kiveséztük, szóval erről lehet, hogy még várható videó a csatornán. És nagyon remélem tényleg, hogy nem volt veletek semmi ilyen. Például engem a külsőmmel mondjuk soha nem cikiztek, vagy bántottak, szóval ebben például nekem nem kellett megküzdenem. Végül is kész lett a sminkem is, és egyébként ez nagyon emlékeztet egy régebbi sminkemre, amikor azt hiszem, a Kanibál, aki mindent megúszott című videómat vettem fel, akkor picikét sötétebb volt a sminkem, illetve a rúzsom is picit más volt, de hasonló, de nekem most nagyon tetszik ez a bretces száj, meg ez az effektus, és nekem nagyon tetszik, úgyhogy igen, az elején még nagyon hülyén néz ki, tényleg, mikor még az ember csoki fagyit tevett kiskorában, és akkor látszott a szája szélén, viszont nekem nagyon tetszik, és nekem nagyon tetszik, és nagyon jól néz ki, és úgyhogy így összességében a mai témánkról nagyon szomorú ugye, hogy ez történt ezekkel az emberekkel. És tényleg példákban is láttuk, hogy ki tud hatni egy gyerekkori bántalmazás az ember egész életére, és hogy meg tudja nyomorítani az ember életét. És tényleg az, amit ezek a sorozatgyilkosok elszenvedtek gyerekkorukban, az milyen hatással volt a későbbi felnőtt korukra, és tényleg ezeknél a bántalmazott gyerekeknél kétféle lehetőség van, vagy az egyik az, hogy ők is bántalmazók lesznek, mint például ugye ők sorozatgyilkosok lettek, a másik pedig az, hogy ebből kimásznak és ebből erőt merítenek, és tényleg, ha valaki ilyen helyzetben van, és nézi ezt a videót, akkor tényleg azt szeretném neked üzenni, hogy nem vagy egyedül, soha nem vagy egyedül, és mindig van ebből kiút, és mindig van olyan hely, és mindig van olyan valami szervezet, vagy akár egy olyan ember, akihez tudsz segítségért fordulni, és ő tud téged támogatni, és hidd el, hogy te is fontos vagy, és te is ugyanolyan értékű ember vagy, mint akár ki mert más. Segítséget kérni, ha úgy érzed, hogy ez van, akár a szüleidhez menj, akár a barátaidhoz, akár szólj egy tanárnak, akár valamilyen szervezetnek, ha tényleg olyan súlyos helyzet, vagy akár a rendőrségnek. És tényleg ne féljetek segítséget kérni, mert az a legnagyobbak lövés, hogy ilyenkor az emberek nem mernek segítséget kérni. Tényleg ezt a videót leginkább a sorozatgyilkosok gyerekkorában elszenvedett bántásokra akartam kiegyezni, nem is inkább így a mi kis úgymond normális emberek közti bántalmazásra. Erről majd egy később videóban szeretnék beszélni, viszont így elvétve ugye mondtam pár dolgot. Nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre a témában, és hogy ti igazából mit gondoltak erről pontosan, és tényleg nagyon köszönöm azt az e-mailt, amit kaptam ilyen témában, és ez a lány, azt hiszem Vikinek hívták, de nem vagyok benne. Nagyon biztos. Hálás vagyok, mert ha nem kapom meg ezt az e-mailt, akkor ez a videó ma nem jön létre. Volt a fejemben, hogy erről kéne beszélni, viszont így, hogy pont most, ilyen hamar, vagy úgy nem volt annyira eszembe, meg nem terveztem, de így úgy megjött hozzá a kezem erről beszélni. És tényleg nagyon remélem, hogy tetszett ez a videó, és ha sminkeltetek közben, akkor szép lett a sminketek, nekem nagyon tetszik az enyém, és nagyon tetszem magamnak, boldog vagyok, és ha esetleg ettetek, akkor finomat ettetek, mert mindig látom, hogy néha külditek, meg írjátok, hogy például kaja közben hallgatjátok mindig a videóimat, úgyhogy nyugodtan írjátok meg a véleményeiteket, esetleg élményeiteket, ha van kommentbe, esetleg beszélgessünk kommentbe, segítsünk egymásnak, hallgassuk meg. Nagyon fontos, hogy tényleg ne nézzük le a másikat, ne ócsároljuk a másikat, tényleg hallgassuk meg, beszélgessünk, segítsünk egymásnak a komment részekbe. Persze lehet ellenvéleményed, ami jó, mert a vita jó az érveinket ütköztetni, viszont az kultúráltan tedd meg, és normálisan, és úgy, hogy a másikat ne bántsd meg, és ne tiport bele a lelki világába, mert nem tudhatod, hogy a másiknak ebben milyen lelki sérüléseket okoz. Úgyhogy tényleg gondoljátok át, hogy mit írtok, mit mondtok, és tényleg figyeljünk egymásra, tényleg ez a kérésem. És tényleg nagyon kiéleződhettek most ezek az ellentétek és ezek a bántalmazások, hogy most sokat otthon voltak az emberek, ugye koronavírus, tényleg figyeljünk egymásra, és vegyük észre a jeleket, és ne suhanjunk el ezek mellett. Úgyhogy várom a kommenteiteket és a véleményeiteket a tényleg a megjegyzések rovatban. Aniz voltam mára, én hatalmas elést küldök, nagyon imádlak titeket, puszi!